Az úgynevezett First Minute kedvezmények miatt az előző évben már december elején elkezdődtek a 2020-as nyaralások előfoglalási akciói. Ebben az évben viszont a koronavírus járvány az utazási irodák dolgát is nagyon megnehezítette. Az utazási irodák átlagosan 80-90%-os visszaeséssel számolnak országos szinten, mivel idén csak másfél-két hónapra korlátozódott a szezon. A 2019-ben foglalt utak nagy részét lemondták, és a részvételi díjat visszatérítették. Az utazásszervezők úgy látják, hogy a turisták idén még kivárnak a 2021-es nyaralások foglalásával. Most csak azok jönnek be érdeklődni, akiknek utalványuk van, hiszen nagyon sok mindenkinek ugye most december 31-ig be kell váltani az utalványt, illetve most már tudjuk azt is jól, hogy a napokban meghosszabbítják ezt az érvényességet, és nagyon sok decemberi utalványnak az érvényességét átrakják jövő év március 31-ig. Tehát az utazási kedv az megvan. Tehát most is vannak olyan utasok, akik arra várnak, hogyha januárban, februárban eltörlik a karantént, akkor szóljunk nekik, mert azonnal van, aki utazna Tájföldre, van, aki utazna Egyiptomba. Tehát az utazási kedv az megvan, csak ugye azok a körülmények, amikor hazajönnek, hazaérkeznek, azokat nem akarják sokan bevállalni. Az ügyvezető elmondta, nagy változások jönnek a turizmus területén, illetve az utazó közönség részéről is. Ez a változás már az idei síszezont is érinti. Most még nem mennek, de ugye tudjuk, hogy a szomszédos Ausztria elméletileg, ha nem változik semmi, január 7-től nyitja a sípályákat. Már vannak érdeklődések, innen szervezett szállásfoglalással január 15-től lehet Ausztriába már menni. Hogy még fognak-e foglalni, azt nem tudjuk. Egyelőre csak érdeklődések vannak, de nálunk még konkrét foglalások síutakra nem voltak. De azért bízunk benne, hogy a január-február, hogyha egy kicsit meghozza a havat itt a környező országokban is, nagyobb mennyiségben, mint ahogy most jelen van, akkor be fog azért indulni. Nagy változás jelent majd a turizmus területén, hogy sokan a megváltozott anyagi körülményeik miatt nem fognak tudni utazni, illetve lesznek olyanok is, akik szeretnének, de nem merik vállalni a külföldi vakációt.